Április 12-én, tehát a mai napon van hivatalosan a Felvidékről kitelepítettek emléknapja. Ugyanis 1947. április 12-én a csehszlovák kormány ezen a napon kezdte meg a felvidéki magyarság deportálását. Tette azt azzal a nem titkolt céllal, hogy a Felvidék déli részén élő magyarokat meggyengítse. Ez akkor 100 000 magyar honfitársunkat érintette végül is Felvidéken, és tudni kell azt is, hogy a II. Világháború után több millió németet telepítettek ki Kelet-Európából, így Csehszlovákiából is. Ennek az etnikai alapú műveletnek az alapját a Benes dekrétumok adták. Azok a Benes dekrétumok, amelyek kimondják mind a mai napig, hogy kollektíven bűnösök a németek és a magyarok. Ennek szellemében tehát nem meglepő, hogy a nemzetközi joggal teljes mértékben ellentétes módon bántak a magyarokkal és a németekkel a II. Világháború után, és nemhogy bocsánatot nem kértek azóta, sőt, nem volt se erkölcsi, se anyagi kártérítés, hanem Csehszlovákia két utódállama, Szlovákia és Csehország mind a mai napig érvényben tartja a Benes dekrétumokat. Annak ellenére, hogy az az Európai Unió alapjogi chartájával szöges ellentétben áll, 2007-ben a szlovák parlament megszavazta a Benes dekrétumok megerősítését. És még azt sem mondhatják, amelyre egyébként hivatkoznak néha különféle szlovák politikusok, magyar ellenes soviniszta szlovák politikusok, hogy nem kell ezzel már igazából törődni, mert nem élő jog, nem fejt ki joghatást. Ennek ellenére pont a tavaly évben láttunk, hogy a Benes dekrétumokra hivatkozva vettek el földterületet egy felvidéki magyar honfitársunktól. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom felháborítónak tartja, hogy még mindig érvényben vannak ezek a felháborító, szégyenteljes dekrétumok, azt pedig egyenesen szégyennek tartjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 30 évben egyetlen egy magyar kormány sem tudta elérni, hogy hatályon kívül helyezzék a Benes dekrétumokat, de azért, mert meg sem próbálták. Úgyhogy álláspontunk szerint a magyar kormánynak azonnal a szlovák kormány felé kellene fordulnia ebben az ügyben, a Mi Hazánk mozgalom pedig, amennyiben olyan politikai pozícióba jut, hogy erre döntő hatása lehet, ellentmondást nem tűrően azonnal meg fogja tenni a lépéseket annak érdekében, hogy végre hatályon kívül helyezzék a Benes dekrétumokat. A felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapján azt gondoljuk, hogy ez a minimum, hogy emellett hitet teszünk, mert nem mondunk le egyetlen elszakított ország részről sem, egyetlen egy elszakított magyar testvérünkről sem, mert Zentától egészen északon Nyitráig és Soprontól Székelyudvarhelyig terjed a mi hazánk, és ezért a hazáért küzdünk, amíg élünk.